Bevált programon ne változtass, vallják a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének munkatársai, akik a tagcsaládjaik számára ismét páros hétvégéket tartanak. Idén először apa-fia napot is. A résztvevők a nap első felében ellátogattak a Makkos Jánosi Dínóparkba, ahol megannyi őslénnyel ismerkedhettek meg a fiatalok, de természetesen nem maradhatott el a közös játék sem. A mai napon a Kárpátai Magyar Nagycsaládos Egyesület apa-fia programjára kerül sor, itt a Dínóparkban, Jánosiban, majd pedig a nap második részében a Kaszonyi Aquaparkban fogunk majd kikapcsolódni. Nagyon hálásak vagyunk ezért a tartalmas napért, mert láthatóan az apák és a fiúk is jól érzik magukat, ez egy ilyen kis külön kikapcsolódás a családok férfi tagjainak, és azt is el lehet mondani, hogy körülbelül egy ilyen 65-70 fővel veszünk részt ezen az alkalmon. A Nagycsaládos Egyesület jóvoltából még meg is tudunk ebédelni, úgyhogy valóban mind testileg, mind lelkileg ki tudunk kapcsolódni, fel tudunk egy kicsit üdülni, kikapcsolódunk ezekből a szürke hétköznapokból, és ahogy a mai reggel elején megérkeztünk, egy névsort olvastunk, és egy közös imádságra csendesedtünk el, hálát adtunk azért is, hogy ebben a nagyon nehéz háborús helyzetben az Isten kirendelte azt, hogy egy ilyen nap keretén belül valóban meg tudjunk állni, meg tudjunk pihenni, fel tudjunk talán lélegezni egy kicsit abból a nyomásból, amiben benne vagyunk, úgyhogy külön is hálásak vagyunk ezért. Reméljük, hogy a nap további részében is majd mindenki jól fogja magát érezni. Már volt korábban is apa-fia program az előző években, illetve nem sokára lesz még anya-lánya program is, hasonló környezetben, illetve a Dínópark és az Aquapark kerül majd meglátogatásra. Minden családban fontos, hogy legyenek közös családi programok. Ezt viszont nem mindig egyszerű megoldani egy-egy nagy családban. Ezért a résztvevő édesapák különösen örültek a lehetőségnek, hogy egy kicsit kettesben lehetnek fiaikkal. Nagyon örülünk ennek a programnak, főleg azért, hogy a fiúval egy külön programunk lehet, egy nap, amit együtt tölthetünk, és csak egymással foglalkozhatunk. Általában mindig családdal megyünk valahova, úgyhogy így, hogy külön kettesbe programokat nem szoktunk szervezni, úgyhogy ezért külön hálásak vagyunk a KMN-nek, hogy van ilyen program. Most is úgy terveztük, hogy lehet, hogy időközben eljön a család is velünk, de aztán átgondoltuk, hogy ez a nap legyen csak kettőnké. Mivel nagy családban mindenkinek mindig megoszlik a figyelem, és amikor így külön egy-egy programra elmegyünk, akkor jobban el tudunk beszélgetni, vagy jobb a minőségebbé az együtt töltött idő, mint mikor szétszórt a figyelmünk. Természetesen a lehetőséget nem csak a szülők, de a gyerekek is örömmel fogadták. Ebben a Dínóparkban már voltam így egyszer, vagy kétszertán, de én nekem ez még mindig is egy óriási élvezet, mert eleve dínomániás vagyok. Nagyon szeretem a dínókat már kiskoromtól. Hát ebben a parkban nekem nagyon tetszettek az ugráló, az a nagy háló. Még tetszettek azok a tojások, amikbe tudtunk fotózkodni. És a fánk is nagyon tetszett, amin le kellett csúszni. És ezután még elvisztek minket egy fürdőhelyre, Csúszdaparkba. Úgyhogy én élvezem, hogy ide eljöhettünk, és köszönöm szépen azoknak, akik ezt megszervezték. Jó az a mai nap. Ezt tetszik nekem a legjobban, az ugráló. A triceratops, a kedvenc dínóm. Szeretnék még ide jönni máskor is. Az apa-fia nap második felében a nagycsaládosok ellátogattak a Kaszonyi termálfürdőbe, ahol a bátrabbak a legmagasabb csúszdákat is kipróbálhatták. Mind a Dino, mind pedig az Aquaparkban a vállalkozások felajánlásából kedvezményesen vehettek részt a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesület tagjai.